Jó reggelt kívánok a koránkelőknek, köszönöm, hogy velünk indítják a napjukat. Ma Szabó Rebeka, a PM elnökségi tagja az első vendégünk, akivel mindjárt átnézzük a napilapokat is. De először arról kérdezem, jó reggelt, hogy hogy számolták ki, hogy 2000 fát akarnak pontosan a közeljövőben kivágni Budapesten? Sőt, ez a szám akár még több is lehet, hiszen sajnos... Gyakorlatilag, ha megnézzük azt, hogy a Városligetben ugye a múzeumi negyed megépítése miatt rengeteg fa esett ennek áldozatul, látjuk az Orci kerti fakivágásokat, amelyek a jövő nemzedékek szószólója, megszólalása és számos civil tiltakozás, illetve a Párbeszéd Magyarországért helyi képviselőjének, Erős Gábornak a tiltakozása ellenére is hirtelen újra kezdődtek a fakivágások váratlanul. Bár egyébként azt hiszem, hogy ott végül is pár tucat fa megmenekült a közben járás hatására. Hát most újra kezdődtek a tárgyalások, ugye ott leállították, megígérték, hogy egyeztetni fognak a helyiekkel, a tiltakozókkal, és aztán váratlanul néhány nappal ezelőtt újraindultak a fakivágások, ami most ugye oda rohantak a civilek, illetve a tiltakozó pártok képviselői is, a mi képviselőnk is, és akkor most hirtelen megint leállították, de ez egy nagyon rossz folyamat így, tehát ennek nem így kéne történnie. Más kérdés, hogy véleményem szerint nem is zöld terület helyére kéne egy ilyen nagy beruházást tervezni, hiszen a budapesti levegő minőség rossz, és ennek nagyon komoly egészségügyi következményei vannak ránk nézve, minden budapesti lakosra nézve, tehát ez nem csak egy ilyen zöld ügy, hanem ez kőkemény forintokban megfogható nemzetgazdaságügy és egészségügy tulajdonképpen. És még muszáj megemlítenem a római partra tervezett fakivágást, a természetpusztítás talán ott lenne a legnagyobb mértékű, legalább 1500 fakivágásáról beszélnek, gyakorlatilag a teljes természetes partot Talós István szándékai szerint tönkre akarják tenni, pusztán azért, hogy egy olyan helyre húzzanak fel egy mobilgátat, ahol nem is kötelező az árvízi védekezés, és hogy egy másik védvonalon is meg lehetne ezt valósítani, ezt nagyon fontos látni, hogy egyáltalán nem kötelező ott a partot legyarulni, ahol Talós Istvánék ezt szeretnék. Egyébként fakivágás ügyben az Index készített egy elég jó körképet, ahol megkérdezték a különböző kerületeket, és az derült ki, hogy egyrészt nem nagyon van sehol nyilvántartás, megfelelő nyilvántartás arról, hogy hány fa van ebből, hányat vágtak ki, hányat ültettek a helyére, hova, pontosan mit, és így tovább. És Zuglóban sem tökéletes ez a rendszer, ott sincs igazán meg ez a nyilvántartás. Egy része megvan, de az is egy poros irattárban, ahol rendtentő bonyolult előkeresni az adatokat, egy másik része nem létezik. Önök fognak ezen változtatni? Igen, természetesen. Sajnos valóban a fa kataszter Zuglóban sem tökéletes. Egyrészt, mert frissítése szorul, másrészt pedig nincsen több évre visszamenőleg elektronikus nyilvántartásunk. Ez ugye nem kötelező előírás, és az önkormányzatnak korábban erre nem volt megfelelő. Hát gondolom sem forrása, sem figyelme, tehát nem volt szándéka, hogy ezen javítson. Na de most egy ideje már a PM vezeti a kerületet, önöknek ez pedig kiemelten fontosak ez a fák. Ez így van. Ezért el is kezdődtek azok a munkák, amelyek a fakataszter megújítására vonatkoznak. Éppen most pont egyébként még az újságírói kérdések is inspiráltak minket arra, hogy beleássuk magunkat, és azt mondjuk, hogy rendbe kell tenni ezt az egész témát. Egyrészt a fakatasztert is meg fogjuk újítani, nyilván nem tudjuk egyszerre a teljes kerületet, de részenként megyünk végig. Azt gondolom, hogy nagyon fontos. A Zugló ugye zöld, de nagyon nem mindegy, hogy hány fa van, és mondom, ugye itt visszatérnék erre a levegő minőség problémára, ami a mi kerületünket is természetesen ugyanúgy érinti, de persze mi hiába küzdünk, hogyha fővárosi szinten meg folyamatosan több ezer fát akarnak kivágni, úgyhogy ezért is nagyon fontos, hogy mind az Orci kertben, mind a Városligetben, mind a római parton megállítsák ezeket a teljesen esztelen beruházási terveket. Ha már a Városligetet említette meg a fákat, akkor ezzel kapcsolatban most felvetették önök, hogy az UNESCO-val kéne egyeztetni a Városligeti projekt a fák kivágása és az új épületek felhúzása kapcsán, mert ha nem így történik, akkor az egész beruházás törvénytelen lehet, jól értettem? Igen, én azt gondolom, és ezt Karácsony Gergely, a zuglói polgármester és fővárosi képviselő vetette föl tegnap a közgyűlésen, hogy ugye ez az UNESCO világörökségi területnek a része tulajdonképpen a Városliget, és az UNESCO-val eddig senki nem egyeztetett. Én azt gondolom, hogy ez valóban felvetheti ennek a közjogi érvénytelenségét. Mi mindenképpen igyekszünk ezt az UNESCO tudomására hozni, de nyilván a hivatalos csatornán is ezt meg kéne tenni. Az az igazság, hogy semmi sem nem
tudja megvédeni azt a koncepciót, hogy miért pont a Városliget közepére, miért a zöld terület helyére kell ezeket a hatalmas múzeumi épületeket felhúzni, miért nem lehet mondjuk a Nyugati pályaudvar mögötti rozsdaövezetre. Nem véletlen, hogy civilek is nagyon kitartóan tiltakoznak. Ugye tegnap a fővárosi közgyűlésen is láthattuk azt, hogy hogyan próbálják elmagyarázni az ottani képviselőknek azt, hogy micsoda károkat okoznak ezzel a beruházással. Az a baj, hogy ez egy annyira bonyolult kérdés, hogy nem fogjuk tudni így a sajtószemlé előtt 30 másodpercben megbeszélni, de ugye elvileg a projekt támogatói kormány oldalról különösen azt szokták mondani, hogy nem igaz, hogy csökkenni fog a zöld felület, nagyobb lesz a zöld felület, ugye ahol kivágnak fákat, oda ültetnek majd másokat, vagy nem pont oda, de pótolják, és így tovább. Létrehoznak új zöld felületeket, de ha jól láttam, csak akkor önök azt állítják, hogy most már az is kimaradt a javaslatból, amit korábban még megígértek, hogy az új épületek tetejére létrehozott új felületekre valami fajta kertesítést végeznek. Ez így van, ugye most a fővárosban a Városligeti építési szabályzatnak a módosítását tárgyalták, ugye ez az a szabályrendszer, ami tulajdonképpen, mivel a Városliget kikerült mindenféle általános építési szabályzat alól, és budapesti terv alól, ami eddig érvényben volt, és ami kimondta, ugye, hogy nem lehet ide új épületeket építeni, a Városligeti építési szabályzatot módosítgatják, és hát ez eddig ugye kimondta a zöldtetőknek a szerepét, de mivel azok az épületek, amiket most oda terveznek, ezeknek a teteje már nem annyira alkalmas arra, hogy egyáltalán zöldtetőt telepítsenek oda, ezért ezt most egy laza mozdulattal kivették, tehát most már ez sem kötelező, ez sem kritérium. Ebből is látszik, hogy itt egyáltalán nem a zöld felületek lesz a legfontosabb cél, nem a zöld felületek megújítása, hanem ennek az építkezésnek a végrehajtása. Sokszor elmondtuk, a Városligetet meg lehet és meg is kell akár újítani, a zöld felületet, de ezt meg lehet tenni a múzeum épületek nélkül is, úgy lenne igazi garancia, hogy nem csökkenne a zöld felület. Nagyon kevés idő maradt a sajtószemlére, gyorsan kezdem egy olyan hírrel, ami azért önt érinti zuglói vezetőként is, hiszen a fővárost közlekedéséről van szó. A nézők a híradóban már láthatták, szolgáltatás rendeléssel oldódhat meg a 3-as metró pótlása. Július 5-éig adott határidőt a fővárosi közgyűlés a kormánynak, hogy garanciát vállaljon arra, hogy a metró felújítása miatt szükségessé váló járműpótlást szolgáltatási megrendeléssel biztosítja. Ez azt jelenti, hogy megint csúszni fog a felújítás, mármint a 3-as metróé. Igen, hát nagyon rossz, azt gondolom, nagyon káros ez a húzakodás, ami a főváros és a kormány között zajlik, akár metró felújítás, akár igenis az ezzel kapcsolatos busztender, buszbeszerzés kapcsán. Én azt látom, hogy ez a káosz és az, hogy nincsen egyértelmű irány a közlekedés felújításában, ez mindenképpen a budapesti lakosok kárára válik. Ugye volt szó például gyors villamosról, akkor azt talán elvetették, a 3-as metró felújítása nagyon régóta húzódik, nagyon nem mindegy, hogy ezt milyen buszközlekedéssel váltják ki. Ahelyett, hogy ezeken vitatkoznának, inkább az lenne nagyon fontos, hogy minél környezetkímélőbb járműveket szerezzenek be, hiszen ugye a közlekedés nagyban hozzájárul a levegő minőség romlásához. Aztán a Magyar Idő címlapján is van öntérintő hír. Békét köthet a PM-mel a Schiffer utáni LMP. Nem sokkal azután, hogy Schiffer András bejelentette a pártpolitikából való távozását, megkezdődtek a tapogatózó informális egyeztetések az LMP és korábbi pártütői a PM között a lehetséges együttműködésről, amely mindkét párt túlélését jelentheti a 18-as választáson, így értesült a Magyar Idők. A közeledési folyamatot felgyorsította, hogy a PM egészen jónak mondható 7%-os eredményt ért el a vasárnapi dunaújvárosi időközi választáson, 1%-kal elmaradva a csúfosan leszereplő MSZP-től. A PM szóvivője szerint ilyesmiről nincs szó, bár a napokban véletlenül összefutott az utcán pár LMP-s politikussal. Tehát a Magyar Idők úgy látszik jobban értesült, igen, a pártom, párbeszéd Magyarország előtt ügyeiről, mint én. Én azt gondolom, hogy mi az LMP-vel nem voltunk haragban, eddig sem, és eztán sem leszünk. Nyilván vannak közös témák, akár közös ügyek is, de nem hiszem, hogy Schiffer András távozása valamiféle nagyon új fordulatot hozna ebben a viszonyban. Szerintem a Magyar Idők arról ír, hogy gyanús vélhetően lehallgatásra alkalmas készüléket találtak a Soros György Alapítvány által létrehozott Eötvös Károly Közpolitikai Intézetben, ami annak fényében különösen érdekes, hogy Lázár János kancellária miniszter nemrég olyan titkosszolgálati jelentésekről beszélt, amelyek az amerikai üzletek által támogatott szervezeteket érintik. Hát ez egy érdekes hír, ugye Jávor Benedek, a Párbeszéd Magyarországért Európai Parlamenti képviselője el is mondta ennek kapcsán, ugye neki is volt korábban egy ügye
amikor a lehallgatása gyanúja merült föl, és ez aztán az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságán elvérzett, tehát nem is igazán vizsgálták ki, és elmondta, hogy az Európai Uniós alapelvekkel össze kéne hangolni a magyarországi lehallgatás szabályzását, mert bizony egy strasbourgi per is bebizonyította, hogy itt azért ez még több sebből vérzik a szabályozás. Aztán a Magyar Nemzetben még azt is megtudhatjuk, hogy összeül a Bilderberg csoport Dresdában. Az Népszava szintén azzal foglalkozik, hogy ráront a kormánya civilekre, és hogy beperli Orbán Viktort, a Jobbik új frakció vezetője. Aztán a Népszabadság címoldalán pedig arról írnak, hogy siratják kórházukat az ápolónők, jöhet az ellenállás, kitérnek a kormányülések a döntések elől, így a kancellárterv, az intézménybezárások, az építések lehetősége az egész rendszert idegessé teszi. A szerdai kormányülés napi rendjén szerepelt volna több az egészségügy átalakításával kapcsolatos előterjesztés, de egyikről sem született döntés, az utolsó pillanatban törölték a kórházak gazdasági munkajogi önállóságát megszüntető kancellária rendszer kialakításáról szóló javaslatot. Mit szól ehhez az egészhez? Hát mindenből talán igen, Magyarország számára ez a legfontosabb és egyben legszomorúbb hír, ugye, amit a Fidesz kormány az egészségügyel csinál, az egyenesen katasztrófa, hiába ígérgetik, nem egyeztetnek az ágazati érdekképviseletekkel. Ugye Szabó Tíme, a Párbeszéd Magyarországért társelnöke egy hónapig több alkalommal segédápolóként dolgozott, és valóban a saját szemével látta azt, hogy az nővérek milyen hihetetlen megfeszített munkával küzdenek azért, hogy ezek között a rendkívül rossz infrastruktúrális körülmények között és egy színvonalas betegellátást vigyenek véghez. Nagyon fontos lenne az ő fizetésük rendezése, a fizetésük megemelése, és az, hogy ahelyett ugye különböző lobby érdekeknek enged be, nem tudom, szuperkórházakról álmodozik a kormány, ahelyett valóban le kéne ülni, és egy alapos egészségügyi áttekintést és reformot kéne végrehajtani. Nagyon szépen köszönöm, és ezt a témát folytatjuk mindjárt a DK egészségügyi kabinet vezetőjével, László Imrével. Maradjanak velünk. Én is köszönöm szépen.